Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök ismét mindenkit a Retro könyvásárba. Amióta legutoljára itt voltunk, akkor éppen a nyitási napon jelentkeztünk be így videóval. Hát azóta eltelt az április, a május és már a június közepe fele tartunk. Mi is történt velünk ez idő alatt. Egy nagyon szép nyitás volt a húsvéti hétvége előtti szombaton. Rengetegen voltak, gyönyörű idő volt, talán emlékeztek arra a bejelentkezésünkre. Utána, a húsvéti szünet után pedig szépen szombatonként, délután 1-6-ig mindenkit sok szeretettel vártunk itt a Retro udvarban, a Király utca 9-ben. Első kitelepülésünk ebben az évben, a 15. évad ünnepi évadában, április 20-án a Tetje térre hívott minket a Dunadráva Nemzeti Park igazgatósága. Egy nagyszabású földnapi rendezvényen voltunk kint Retro olvasóligettel és kreatív asztallal oda a természettudományok, a földtudományok, biológia iránt érdeklődőket váltuk könyvekkel, de természetesen a gyerekekre is gondoltunk, kifűsági is vittünk ki, valamint a kreatív asztalunknál, kreatívoskodhattak a gyerkőcök, és szép kis alkotásokkal, színezőkkel térhettek haza. Nagyon jó telt az az április 20-ai szombat. Május is sem telt el különleges program nélkül. Május 25-én itt a belvárosban megrendezték a nyitott udvarok és szabad terek napját. Kilenc udvar itt a belvárosban kinyitotta kapuit, így a Király utca 9 is megnyitotta, úgy mint retro udvar, átalakult história udvarra ahol az udvarban a retro könyvásár nyitvatartásán kívül kinyitott a Pécsi animációs műhely is, megmutatták, hogyan készültek az akkori régebbi 80-as években, 90-es években forgatott mesefilmek, kinyitott a megújult belvárosi könyvtárunk és csipkefa gyermekkönyvtárunk, illetve az udvar közepén irodalmárok, vers, vers szeretők, irodalom szerető emberek beszélgettek a pécsi irodalomról, az irodalmi életről, valamint megismerkedhettünk a híres Zsolnai család múltjával történetével. Természetesen, ha már itt vagyunk ebbe az udvarba, akkor a Hamelli családról is szó, el, szó került ezen a napon, hiszen a Hamelli család épület együttesébe is behettek intés nyerhettek. Ebben az épületben az egyik szobában van a Várkonyi Nándor emlékszoba. Várkonyi Nándor polihisztornak az emlékeit őrizzük ott, azt is megnézhették ezen a május 25-i napon. Nem pihentünk ezen a hétvégén, május 26-án. Városi gyermeknapra hívtak minket, egyik stratégiai partnerünk a Zsolnai Negyed, és ott egy nagyszabású gyermeknapon vettünk részt, ugyancsak olvasóligettel. Természetesen itt akkor a mesekönyvek, ifjúsági könyvek, kalandregények voltak a polcokon, de a sorba győző könyvtár, körbirodalom gyerekkönyvtárának könyvtárosai is kijöttek velünk, és ott is egy ilyen kreatív sarkot hoztak létre, ahol együtt színezhettek, vághattak, ragaszhattak, jól érezhették magukat ezen a gyereknapon. Június is minden szombatján nyitva leszünk, de nagyon örömünkre szolgál az, hogy június, végén, június 26 29-ig Orfűn, a Fishingon Orfűn is részt vehetünk. Megszületett a partnerségi megállapodás, a Fishingon Orfű szervezői nagy szeretettel várnak minket a Fishingon Orfűre, a Retro Olvasóligettel. Minket ott találhattok meg, ha jól tudom, ha megmutatták a térképen, és kitelepülünk a Borfalú fölött a Közel a Tűzös című produkciónál, program együttesnél találhattok meg meg minket minden nap 10-től 18 óráig. A nyár nem pihenéssel fog telni, hanem ugyancsak munkával. Július első hétvégén, amikor is ugye a Zsolnai Fényfesztivál lesz, a Kapuajba fogunk kitelepülni ahol rendkívüli éjszakai könyvásárral várunk mindenkit. Itt viccesen szoktuk mondani, hogy fejlámpa használata kötelező, hiszen a fény csak a megvilágításból és a falakból fog szűrődni. Ez azt hiszem, ha pontosan mondom, akkor július 7-től 9-ig lesz augusztus is az, eleje is még munkával telik, illetve nagyon örömteli kötelességnek teszünk eleget. A Bölcsész udvar a 17. Ördökatlan fesztiválra is még meghívott minket, és ott olvasóligettel leszünk július 30-tól augusztus 3-ig. Aztán augusztusban egy picit pihenünk, de ezt már vannak terveink szeptemberre is. Szeptember második felétől ismét kinyit itt a retro udvar, illetve kitelepülések is várhatók.